Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Spá Dávid, szia! Hello! Hello! Én régóta vártam ezt a találkozást, mert tudod, van az az érzés, hát nyilván nem először találkozol ezzel, amikor szembe jön valaki, és úgy köszön rád, hogy téged, hát gyerekkor óta ismerünk. És közben kiderül, hogy azért, mert láttunk téged, de nem ismerünk abszolút. Vagy hát nem tudjuk, hogy mennyire ismerünk téged, és hogy te mennyit akarsz magadból megismertetni. Mert annak idején, amikor te szerepeltél a Família Kft-be, akkor eljátszottál egy szerepet, de mi nézők azt hittük, hogy az a gyerek, aki Misi, az olyan a hétköznapokban. És mindig vidám, mindig rohangál, mindig fel van pörögve. Nem állt közel, gondolom, a karaktered ahhoz, ami voltál. Vagy? Hát nem tudom, hogy mikor mosódott össze, és mikor vált ketté a két karakter, sőt, beszéljünk négyről, mert az ikertestvéremmel együtt voltam ott, és azért őt ebből nehéz kifelejteni. Hát én azt hiszem, hogy igaziból ami történt, az, hogy mi gyerekek voltunk, egy kicsi gyerekek, amikor ez elkezdődött, és játszottunk. Tulajdonképpen mi mindig játszottunk, és mindig nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy mi ott láthatóak voltunk. Inkább azt gondolom, hogy ami történt, az alatt, a 8 év alatt, vagy legalábbis az elején, az volt, hogy megpróbáltuk valahogy az írókat felvilágosítani arról, hogy mondjuk hogyan beszél valójában egy gyerek, mert erről még annak is furcsa elképzelései voltak sokszor, de hát ugye Magyarországon a dialógus, a tévés vagy a filmes dialógus az mindig egy ilyen nehéz kérdés, ezt mindenki nagyon szereti abba beletörölni a lábát, de megpróbáltuk egy picikét felvilágosítani a felnőtt kollégákat, hogy szerintünk hogyan beszél egy gyerek, és azt gondolom, hogy itt kezdett egy picit összemosódni. Nagyon, nagyon hamar aztán, ahogy az ember kamaszodik, azt hiszem a kamaszkornak ez az egyik lényeg, hogy szeretné, hogyha lenne valamilyen saját személyisége, csak fogalma sincs, hogy ez milyen legyen, és akkor elkezd hülyén öltözni, meg hülyén viselkedni, meg hülyén beszélni, és nagyon kellemetlenné válni, és szaglani az ember, de hát ez azt gondolom, hogy ez természetes, csak hát ez nálunk abban nyilvánult meg, hogy megpróbáltunk nagyon elkülönülni attól, amilyenek voltunk ott, és hát ez nehézséget okozott. Leállni. Most eszembe jutott Mekali Kalkin, aki felnőtt korára egy ilyen megkeseredett öreg embernek néz ki, pedig hát még nem öreg. Azért, mert mindenki elvárt tőle valamit. Korombéli ember, azt hiszem, igen. Elvárt tőle valamit az alapján, amit gyerekkorban megismertünk tőle. És hát nyilvánvalóan nem tud, és nem is biztos, hogy akar megfelelni. Hát azért a heroin egy nagy balra kanyar egy behajtani tilos táblánál, azt hiszem, ez nekem kimaradt, de valóban azt gondolom, hogy azért ma az állistás sztároknak, hogy azt mondani szokták Hollywoodban, egy nagyon nagy része valójában gyerekszínészből lett. Tehát az összes Ryan nevű, a legtöbb Chris-szel kezdődő, szóval ezek majdnem mind Brad-ek, és nem tudom, minimum kamaszkorban, de inkább egész kicsi korban kezdték el valahogy ezt a, nem tudom, a Gomez-t a kezdő, nem tudom. És akkor ez szerintem természetes, hogy megvan, mindenkiben van egy ilyen pont, amikor nyugdíjba kell vonulni. Hogyha az ember gyerekkorában kezd el dolgozni, akkor kora felnőtt korában is elérheti ezt a kort, ami a szereplést illeti. Aztán, hogy tudja ezeket az energiákat máshová csatornázni, vagy eddigre kiéget, mint egy régi villanykörte, az egy másik kérdés. Az, hogy ti szerepeltek, az nektek természetes közeg volt? Ti szerettetek volna mindenképpen szerepelni? Volt esetleg a családban valaki, aki ezen a vonalon mozgott, és akkor nektek volt hozzá tehetségetek, vagy ti hogy kerültetek egyáltalán bele ebbe az egész történetbe? A családunk az többségéből rendes emberekből állt, vagy többségében rendes emberekből állt, nem azt kell mondjam, hogy nem 100%-ban, de nagyon nagy részben, az egyetlen hát veszélyeztetett rokonom, az egy dédapám volt, aki hát többször váltott karriert az életében, és
mielőtt az akkoriban nagyon népszerű szifilisz nevű betegséget elkapta, korábban színészettel is próbálkozott. Egy rövid ideig amúgy egy nagyszerű tanár volt, és egy faluban volt tanár, és csodálatos legendák szólnak róla, az egy nagyszerű ember lehetett a fényképei alapján is. Na, ő személyesen nem ismerted, igen. Nem ismertem, hiszen igen, szóval rég volt, és hát a szifilisz akkor is gyors volt. És amúgy tényleg egy nagyon rendes, helyes kis családból származunk, ahol ezt nem nyomták, tehát nem az anyukám meg az apukám azok nem voltak ilyen színpadi szülők. Később aztán főleg már mióta rendezőként dolgozom, sok ilyen szülőt láttam, aki szeretné kilökni a porondra a gyerekét. Van, hogy helyesen egyébként, szóval ez sem mindig rossz, ez sem mindig csak rossz, de hát azért többségével eléggé rossz hatása. Tehát a titeket nem toltak. Nálunk ez nem volt. Akkor hogy? Hát nagyon egyszerűen valahogy le kellett vezetni az energiáinkat, ezt már szerintem aki nem először hall engem interjúban, vagy lehet az már mondja helyettem ezt a választ, hogy valójában az történt, hogy mi egyszerűen kezelhetetlenek voltunk, az energiánk nagyon sok volt, és rettetesen hangosan játszottunk folyamatosan. Ez nem azt jelenti, hogy elmebetegek voltunk, de valahogy azt gondolom, hogy a szüleimnek nyilván szükségük volt még valami privát szférára abban az életkorban, és akkor mivel, hogy a sporthoz nem volt semmilyen tehetségünk és kitartásunk, a zenei lehetőségeinket, meg a rajztudásunkat békjóban szorította a diszlexia, és minden gyakorlatilag teljesen alkalmatlanok voltunk mindenre, ezért aztán egy színjátszó foglalkozásra adtak be minket. De szerintem a színészek, akik színészettel foglalkoznak, és most hallgatnak minket, úgy érzem, hogy másodszor húz beléjük, tehát, hogy amikor keresztül volt ez a színész rúgás, a családban, akkor mondtad, hogy normális volt nem a családban. Nem rúgás, ez csak egy, mintha egy gombos tűvel a villamoson végig mennék, és megfelelő helyekre bökném, de nem, abszolút nem rúgásnak szánom. Én azt gondolom, hogy ez sokszor ebből indul. A csatornázhatatlan energiákat kell levezetni valakinek, és ez erre nagyon-nagyon jó. Tehát ez egy pedagógiai módszer is. Tehát attól még, hogy valaki ilyesmire jár, a Földesi Margithoz jártunk, aki ennek egy nagyon nagy szakembere lett. Vagy azt gondolom, hogy az ő módszereivel elég sok mindent el lehet érni gyerekeknél. Hála Istennek most arra azért kialakult, hogy attól még, hogy valaki oda járt, és azért most már nem csak Budapesten, hanem azért az országban sok helyen lehet találkozni nemzedékekkel, akik hozzájártak, vagy az ő foglalkozásaira jártak. Szerencsére nagyon sokakban fel sem merül, hogy azt a pályát választák. Mint ahogy felnőtt koromra én is azért beláttam, sőt, késő kamaszkoromra, kora felnőtt koromra beláttam, hogy ez nem szabad, hát ezt nem vagyok erre alkalmas. Na ezzel menjünk tovább, mert erre kíváncsi vagyok, hogy az ember ezt hogy fedezi fel magában, és hogy akkor mi lesz a B-ter vonulattal kezdve. Meglátja magát a tévében. Spáh Dáviddal beszélgetünk, miközben nyugodtan fogyaszd a kávédat. Jó, csak hangeffekteket. Igen, hát hallatszik is, hogy kávéra ült be hozzám. Vizet magadnak valami üdítőt hoztál magaddal. Igen, mert... Nem mond be a nevét, de sport, azt látom, hogy ez nem sima víz. Nem, hanem ilyen az van, hogy járok testedzésre. Gimnasztikázom hetente 5-6-szor akár. Ez ilyen kicsit ilyen szenvedélyem, és akkor mivel azt tapasztaltam meg, hogy nem a vizet nem elég gyorsan iszom meg, ezért elkezdtem ilyen cukormentes ízesített dolgokat inni, amik hát nagyjából egy kanalas orvosság ízvilágának felelnek meg. De jó, de ennek ellenére csúsznak, igen, és akkor ez mindig nálam maradt, és egész nap valami baromi ronda palackkal mászkálok a városban. Jó, erre majd még visszatérünk, a szenvedélyeddé vált a mozgás mondatodra. Viszont azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal megyünk tovább, hogy te egy idő után azt érezted, hogy nem ez a te utad. Tehát nem feltétlenül a színészetben találod meg a boldogságod. De addigra te meg már egy ismert arc voltál. Most azért beszélgetek így, hogy te, mert nyilvánvalóan mondhatnám, hogy ti a testvéreddel, de most veled beszélgetek. Igen, én örülök neki, meg ő is örül neki, hogy most csak rólam van szó. Igen, szóval és erre mondtam azt az előző mondatunk végén, hogy hogyan jön rá erre az ember, úgyhogy meglátja magát a tévében. Én
én... De várjál, tehát de 10 éves korodig nem láttad magad a tévében? De, csak nem... hogy mondjam, néztem néha, egyébként nem túl lelkesen, hiszen az egész hetet ott töltöttem, akkor nem akartam még a vasárnapot, én teszem vasárnap, mert és aztán később talán szombaton, hogy nem szerettem volna feltétlenül nézni, de de eljött az a pont, amikor először láttam azzal a kritikus szemmel, azzal a felfogással, amire egyébként ennek a műsornak az alkotói tanítottak meg. Tehát arra jöttem rá, hogy valójában engem már sokkal jobban érdekel ez az alkotói analitikus szemlélet, tehát hogy én sokkal jobban szeretnék az anyaggal, magával foglalkozni. Ez valószínűleg onnan eredt, hogy elkezdtünk eléggé kicsi korunkban kötekedni azzal, hogy milyen szavakat akarnak a szánkba adni. Ami egy tök természetettől nem voltunk okosabb gyerekek az átlagnál, ez mindenkiből kijön. Ha valamit mondatni akarnak vele, akkor előbb-utóbb rájön, hogy az a válasz erre, hogy de ilyet nem mondok, mert ilyet nem tud ember mondani. Én azt gondolom, hogy ezt nem minden gyerek mondja vissza. Nem, viszont felnőtt színészeknél sajnos egy ilyen alapreakcióvá válik, és már néha nem is gondol vele, csak elabból azt mondják, hogy ember ilyet nem mond. De hogy ez nem, mondom, ez nem feltétlenül az intelligencia jele. Ebből indult a dolog, hogy nekünk nem, hogy egy picit szerettünk volna inkább azzal foglalkozni, hogy mi az, amit csinálunk, és nem feltétlenül csinálni. De ezt így egyszerre a tesóddal? Tehát egyszerre döbbentettek rá erre? Igen. Mm. Hát mi nagyon, azért annak van egy nagy előnye, hogy és itt most a korábban felemlegetett heroinra akarok visszakérni, hogy mi ott végig ott voltunk egymásnak, tehát hogy azért, talán azért nem lett a nagy csúszás, azt nem mondom, hogy nem voltak izgalmas éveink, de hogy... talán azért nem vagyunk most elásva, mert hogy egymásnak ott volt, tudtunk beszélni, és kicsit tudtunk jönni. Valószínűleg mindenkinél előbb, vagy szeretem ezt hinni, volt egy forgatása, ugye akkor mindig az volt, hogy minden nyáron elment a sorozat egy nyaralós epizódot forgatni valamelyik szponzor jó voltából külföldre, hát ilyen... Amit gondolom, az alkotók, meg a színészek egy jelentős hősége imádott, hogy... Szörnyek, az porzalom. Tehát mindenki nyaral, és igen, neked reggel 6-kor ki kell menned, és miközben mindenki ott félrészegen lubickol, neked melóznod kell a tűző napon szétégve estig, utána nincsen bulika, le kell feküdni, és reggel föl kell. Tehát a legrosszabb, amit el tudsz képzelni gyerekként, hogy egy nyaraló helyen dolgozol. Én így voltam életemben először, így voltam tengernél. Soha életem előtte nem ültem repülőn, még a repülőn is forgattak velünk. Ez még a malév időben. Elme baj. A lényeg, hogy egy ilyenen voltunk, akkor már azért nem voltunk gyerekek, ilyen 16-17 évesek lehetünk, 17 talán, és akkor feküdtünk a karcsal egy ilyen kipurcanva az utolsó napon, tényleg a repülő indulásáig forgott az anyag, és akkor így feküdtünk, és azt mondtuk, így megbeszéltük, és szó szerint nem akarom felidézni, de hogy így rejtünk, ennek vége. Tehát eljött a pont, hogy ennek vége, és utána jött egy nem túl gyors lecsengés, de hát aztán a romlás virágai kibontották szirmaikat, és úgy elpenészedett a dolog. De azt, hogy kimondtátok, hogy vége, az a vége tudott lenni? Tehát voltatok ennyire szabadok? Igen. Ha azt mondtuk volna, a szüleinkkel eléggé korrekt megállapodások születtek ebben az egész ügyben. Valójában nagyon... hogy mondjam, ők partnerek voltak abban, hogy semmit ne csináljunk, amit nem muszáj, de amit elvállalunk, azt nagyon nagyon hát, amit reggel mondtál, azt végig kell hajtani. Hát igen. Volt egy ilyen fegyelmezés, és egy ilyen fajta hogy mondjam, egy ilyen szabad gondolkodásra nevelés is egyszerre, de ebben már nem mennék bele a gyereknevelés tekintetében, mert ez szinte már politizálásnak minősül. A lényeg, hogy én úgy éreztem, hogy nagyon, vagy úgy érzem visszatekintve, hogy mikor beláttuk, hogy ennek vége, akkor
nem kell erről nagyon hatódnunk magunknak. És amikor közöltétek a Família Kft. Készítőivel, hogy vagy ennek vége, az egy, ugyanazt az érezték, mint ti? Hogy... Az én csoportos felmondás közepette volt, szóval, hogy akkor a társulatnak a több mint a fele egyszerre felállt, szóval nem nagyon kellett gondolkodni. Az érdekes, hogy most próbálok visszaemlékezni el az egészre, én rendszeres nézője voltam, de nem emlékszem rátok tiniként, tehát nekem gyerekként maradtatok meg. Vagy valahogy ezek a részek nekem kimaradtak, de lehet, hogy, tehát, hogy igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ti a szerep szerint is nőttetek-e? Tehát, ja, vagy hát mindig persze, gyereket kellett játszani? Hát rengeteget nőttünk, tehát azért 11 és 18 éves kora között az ember iszonyatosan sokat nő, ami, de, hogy ami minket illeti, ugyanennyit nőttünk széltében is sokszor, de hogy a szerep, persze, hát a szerep szerint is abszolút ezt le kellett kötni, ez hetente volt. Valamiért azt hitték, most nem tudom, hogy kinek, ki nem tudott eléggé angolul ahhoz, hogy ennek utána olvasson, de tudom, hogy ha a heti sorozat, akkor minden héten mennie kell. De hát nem kellett volna, de mi heti 50, ha. Nem tudom, azt hiszem heti 49 epizód, vagy évi 49 epizód ment adásba, tehát itt nem volt megállás, tehát muszáj volt nőni vele. Három héttel volt előrébb az adás. Hát a forgatáshoz képest három hét múlva kerül adásba. Igen. Pál Dáviddal beszélgetünk, és hát kilépünk most már a Família Kft.-s időkből, ugyanakkor meg egy kicsit mégis kötődünk hozzá, mert az viszont nekem nem tiszta, hogy amikor ti megbeszéltétek ezen a külföldi tengerparti nyaraláson ikertesoddal, Karcsival. Nagy idézőjellel mondtad. Igen, hogy akkor ennek vége. Akkor ti arra gondoltatok, hogy a Família Kft.-ben való szereplésnek van vége, vagy egyáltalán a színészetnek van vége? Hát szerintem az utóbbi leginkább. Tehát azért szerintem ez már akkor arról szólt, hogy volt szerintem mindenkin, és itt most már tényleg arról lehet beszélni, hogy milyen volt akkor is kamasznak lenni. Ugye ez a 90-es éveknek a végén van. Ez egy nagyon furcsa időszak volt. Nem igazán lehetett látni valódi perspektívákat. Akinek nem volt a családjában valamiért fennmaradó hosszú-hosszú időre, több generációra visszanyúló hagyománya annak, hogy az ember mit kezd az életével, annak nem tudott a saját apja sem igazi példát mutatni, vagy csak rá tudott erőltetni valamit, mert ugye közvetlen rendszerváltás után voltunk. Ez egy nagyon-nagyon furcsa időszak a Magyarországnak, és egy... És nagyon sok minden tényleg változott tök hirtelen. És nem lehetett, tehát hogy az ember nem nagyon tudta elképzelni, hogy fog ez a világ kinézni 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. De én pont ezért tartom ezt furcsának, mert közben gyerekként beletanultatok egy szakmába, ráadásul tényleg tanultátok, hiszen mondtad, hogy jártatok a Föld és Margithoz, ami akár mehetett volna pont annyit, tovább. Pont annyit láttunk bele, amitől csak még jobban összezavarodtunk. A világ dolgait tekintve. Aha. Tehát azt egyértelműen láttuk, hogy abból, tehát erre nem lehet építeni. Valójában most visszagondolva, azon keresztül, hogy én a magam részéről megpróbáltam folyamatosan hosszú ideig ellene menni annak az életnek, amit akkor éltem, abban az értem, hogy nem meghazudtolni, vagy leköpni, vagy utálni. Nem megtagadni. Hanem máshogyan élni, más felé menni, valahogy produkálni, akár, hát én egyébként egy tisztességes iparos ember vagyok, és reklámfilmeket készítek. Az oké, de akkor abban a pillanatban te azt tudtad, hogy a filmkészítés környékén szeretnél maradni. Ezt tudtam. Azt tudtam. Péknek mész, vagy valami benzinkutasnak. Igen, ezt tudtam, de valójában be kell látnom, hogy éppen ezért is mégis minden szembefordulás valójában azt jelenti, hogy igenis erre építek. Azt gondolom, hogy most tehát is ezért vagyok. Tehát amit megtanultál, azt tudod hasznosítani most a felnőtt életedben. Azt, amit,
amit, hogy mondjam, ennek ellenére tanultam, vagy mert az ellenkezésem, a kapálózásom, a nem akarok az maradni miatt tanultam meg, ami csak ennek köszönhető. Tehát az, hogy mi a trigger, hogy mi az, ami az embert egyszer csak, mi a szikra, amitől az ember egyszer csak belobban és elkezd menni, sebben lobbal egy irányba, hogy valami ellen megy, vagy valamiért megy, az már mindegy. És akkor onnantól kezdve, hogy te ezt fejben eldöntötted, hogy akkor mi leszel, az onnantól kezdve segített téged, hogy te vagy a Spá Dávid, akinek van már valamiféle múltja, amit nem akar megtagadni, de nem is akarja feltétlenül felhasználni. Szoktatok kisípolni felvételekben? Szóval, hogy én nem annyira a Spá Dávid voltam, mint inkább az a buzi abból a szarból. Tehát ha metrón engem meglát, ez mindig, ez, tudod, és nem, tehát nem ez, hogy a Spá Dávid, ez ilyen nincs, sőt, én eléggé elszégyelem magam, ha ezt mondod nekem, zavarba jövök, mert... Attól, mert te vagy a Spá Dávid? Nem, mert nem tudom, a Darnyi Tamás, az a Darnyi Tamás, nem tudom, a Nádas Péter, az a Nádas Péter, Szabó István, az a Szabó István. Én egy egyébként ritka vezeték nevű fiú vagyok. Ez azért kell, hogy ezt mondjam, nem azért, mert álszerénykedni próbálok, vagy ezért akarok cuki lenni, hanem engem ez megnyugtat valamilyen bűntudatból, amiatt érzek. És erről írok is, hogy annyi rendes ember van, aki sokkal többet cselekedett, vagy ment a szabályok szerint, és ötöse volt matekból, és neked hányasod volt matekból? Ez kiderülhet a Libri gondozásában megjelenő még egyszer című regényemből, de hogy ez az a lényeg, hogy nem volt ötöse. Én nekem mindig emiatt bűntudatom. Én azt gondolom, hogy akármennyire volt az kemény munka, ma egyébként törvényileg lehetetlen úgy dolgozni egy gyereknek, hogy mi dolgoztunk gyerekkorunkban, az egész unióban, de hogy akkor is nekem van egy ilyen szégyenérzetem, hogy emiatt rólam tudják, hogy ki vagyok, és hát bizony, ez olyan előnyökkel jár, ami miatt én piromkodom. Tehát erre mondom ezt, hogy közben, amikor ez utólag van így, mert ez az a Spá Dávid, akkor valóban a korábban sípolásra említett mondatom volt az érvényes inkább, vagy én annak tartottam magam. Spá Dáviddal beszélgetek. Nyilvánvalóan az, hogy amit te az előbb elmondtál, azt én adom, és értem is. Viszont én arra vagyok kíváncsi, amikor te eldöntötted, hogy te rendező leszel, akkor olyan értelemben te voltál a Spá Dávid, aki már benne van ebben a szakmában. Tehát, hogy neked nem kellett külön elmenni, nem tudom, hosszú gyakorlatokra a rendezők mellé, hanem hogy szóval ilyen értelemben értem, hogy te voltál a Spá Dávid, aki már benne van ebben a szakmában. Nem a neved miatt, persze, hanem egyáltalán az addig elvégzett munka miatt. Sajnos 100%-ban ellent kell mondanom neked. Engem kétszer nem vettek föl a főiskolára. Soha nem tanulhattam azt a szakmát, amit űzök. Soha. De akkor mégis honnan tudod? Angol történelem szakra jártam. És pontosan onnan tudom, ahol mondtad, ahogyan mondtad. Én majdnem 10 évig rendezőasszisztens voltam. És ebben, amit lehetett, végig jártam, kezdtem ügyelőként 19-20 évesen. De azt és, úgy lehetett, és aztán hogy folyamatosan... nem jártál főiskolára, vagy nem tanultad? Tehát ettől függetlenül azt csinálhattad. Az egy mestermunka, az egy szakmunka, azt mindenki úgy tanulja ki. Valójában egyébként a filmrendezéshez sok köze nincsen, az inkább azt gondolom, hogy a producerhez áll közel. Az egyik kedves ügyfelem, Szabó István, akinek a Being Julia, Csodálatos Julia című filmjében voltam a munkatársa, közvetlen munkatársa, ő mondta azt, hogy én rendezem a filmet, te csinálod. Ezt jelenti pontosan a rendezőasszisztenség. Én nagyon büszke vagyok, nekem ez volt az egyetemem. És nem csak az egyetemem, hanem egyébként közben egy eléggé nagy kockázatokkal járó, mások számára kockázatokkal járó
szakmát üztem, amit egyébként addig nem tudtam volna elképzelni, hogy gyakorolni fogok. Ez milyen szakma? Mi ez? Ez volt maga a rendező. Ja, azt hiszem, hogy valami más szakmáról beszélt benne. Úgy tanultam, hogy közben rendezőasszisztensként egy nagy kvantuszkázatokkal járó munkát végeztem, igen. És akkor ilyenkor szakosodni kell? Azt te találod ki, hogy a reklámfilmben találod otthon magad, vagy játékfilmet készítesz, vagy egyszerűen sodor az élet, és alkalmazkodsz? Hát szerintem, aki azt mondja, hogy mint tudom én, 20 és 28 éves kora között nem minden vágy az, hogy Oscart, Aranypálmát vagy Emmy díjat kapjon, az hazudik. Persze mindenkinek ez lebeg. Én ugyanígy voltam ezzel, én azt az egyet láttam be hamar, hogy különösen akkor nem voltak még nagy költségvetésű filmek Magyarországon, egyáltalán nem. Mindennek volt egy ilyen plafon, nem lehetett sok pénzből filmet csinálni itt, meg magyar nyelven sok pénzből filmet csinálni. Tehát két lehetőség volt, az egyik az, hogy az ember elmegy dolgozni szakmunkásként külföldi szervizprodukciókba, ez ugye még a Vajna előtti időszakban, de már azért akkor is volt sok, nem annyi, mint az Endi alatt meg óta, de vagy ez volt az út, vagy pedig a reklám. Mert a reklámfilm, Magyarország egy különös piac ebből a szempontból, nagyon szeretjük, amikor nézők vagyunk, akkor nagyon szeretjük, hogyha a reklámfilm az anyanyelvünkön kifejezetten hozzánk szól. Nem szeretjük, amikor lengyel, német, orosz, egyéb reklámok importálódnak, mert akkor azok nem hozzánk szól, nem hozzánk tetszik beszélni. Tehát valaki ilyenek, csak azok szinkronizálva vannak, így és van, azt jobban szeretjük, hogyha... Mi jobban szeretjük azt, hogyha az nekünk készül. Ez egyébként azért van, szerintem, mert amikor a reklámot elkezdtük úgy igazán fogyasztani, tehát az, amit most egyébként mindenki nagyon szeret nézni, a Hurka-Gyurka, nem tudom milyen reklámok a rendszeres előtti filmre forgatott, nagyon cuki dolgok. Mert ez pécsi kesztyű. Igen, amik valójában egy ilyen, hát nem tudom miért készültek, mert ugye amúgy se lehetett más kesztyűt kapni, csak pécsit, akkor azt felváltotta, jöttek a reklámlokkok a családi mozi délután a Disney-vel, ha éppen nem halt meg egy miniszterelnök, és akkor azokban a reklámblokkokban kezdtünk el mi valójában reklámot fogyasztani, és azok zömével ugye külföldről jöttek, és szépen fokozatosan kezdett el beszivárogni közéjük a vicces, vagy jól kinéző magyar reklám. És ezeket a magyar reklámokat akkor is nyilvánvalóan kellett melléjük egy rendező, de akkor ismert rendezők nem. Azokból, tehát például, ha már itt tartok, Pataki Ági megnyomja, mint a távirányítót, a csoki táblát, és a gyerek hazarohan a focizásból. Ez mindenkinek megvan. Nem mondtam ki. És a lényeg, hogy ez egy világszínvonalú reklám, az ember olyan bizonytalan, hogy ez magyar, ez wow. És ez megy nem tudom hány évig. Ezt az a Herendi Gábor rendezte, aki aztán, aki akkor még egyébként egy praktizáló fogorvos volt, és tanított a Sotén, és nem akarok helyette sztorizni, de hát amennyire én tudom, neki volt olyan, hogy a rendelőjében ez egyik oldalon ment a fogadta a betegeket, és ugyanazzal a kartatékozással a másik oldalon, a másik szobában pedig castingot tartott, és ugyanaz az asszisztens vezette, és úgy tudom, hogy a fogoros asszisztenséből lett később az asszisztens. Lényeg az az, hogy hát, innen el lehetett, volt, igen, innen el lehetett jutni oda, hogy egy egyébként inkább üzleti vállalkozásból, kevés állami támogatással, de nagy magántámogatással meg tudta csinálni a sikeres vigyátékait. Többek között neki is voltam az asszisztens egy időben, és pedig csak a fogadat szeretted volna rendetetni. De akkor még nem volt semmi baj a fogadnak. De hogy én azt gondoltam, hogy akkor ez egy jó taktika, mert közben az ember eszközt használhatott. Tehát itt lehetett akkor még aztán különösen, amikor még én is elkezdtem, nekem még volt olyan reklámom, amit filmre forgattam, mennyire öreg vagyok, filmre forgattam, és 35-ös filmre, és 800 statiszta volt benne.
reklámban. És kifizették. Igen. És ez elképzelhetetlen ma már. Teljesen elképzelhetetlen. Spáh Dávid rendező, egykori színész, ezt így mondhatom? Egykori nyugdíjas gyerekszínész. Nyugdíjas gyerekszínész és író a vendégem. Mert hogy amennyire tudom, de majd kijavítasz, az első könyved, ha még egyszer, ugye? Igen. De hogy, honnan jött neked ez, hogy akkor te most írsz? Hát van egy sikeres életed. Én ezt gondolom rólad, hogy van egy sikeres életed, hiszen van munkád, van feladatod, ellátnak téged rendszeres feladattal, és egyszer csak azt mondod, hogy jó, álljon meg, hadd írjak. Vagy mi? Hát megpróbálom ezt a kérdést röviden megválaszolni. Van időnk. Két irányból kell megközelíteni. Az egyik az az, hogy attól tartok, hogy nagyon régóta készültem erre, merem állítani, hogy valójában én egész életemben erre készültem. Hogy megírod ezt a könyvet? Hogy elkezdek fikciót írni, és ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, ahhoz el kell jutnom arra a pontra, hogy erről teljesen örökre és mély megnyugvással le is mondjak. Tehát, hogy már túl kellett esnem azon a ponton, ahogy egy picit elkezdtem magamat hozzászoktatni ahhoz, hogy nem, én nem fogok nagy játékfilmet csinálni, mert hogy nekem ez nem adatik meg ez a lehetőség, ugyanazzal pszichológiával magamat próbálva megnyugtatni ebben, és békét kötni ezzel a helyzettel, szembe akartam nézni a ténnyel, hogy én nem tudok megírni egy könyvet, vagy nem tudok megírni egy regényt, mert egyszerűen nincs az meg bennem. És hát ez nagyon sok minden vezetett ahhoz, hogy aztán végül ez így alakult. Nem árulok el vele nagy titkot, valójában egy játékfilm forgatókönyvét kezdtem el írni, amikor hozzáláttam ehhez a könyvhöz. És felkérésre vagy ez saját ötlet? Nem. Ez saját ötlet volt. Feküdtem az ágyamban egy éjszaka, amikor az első Covid zárás volt. Uh-huh. 2020 március. Igen, pont az volt, két bemutatóm volt színházban, két darabot rendeztem két különböző színházban, és ugye mind a kettő leállt, és ott álltam minden nélkül. Mm. És akkor megláttam egy fényképet, egy régi családi albumból egy fotót, és akkor egy osztályfényképet, amin a testvéremmel állunk egy hát ilyen rendes szokványos osztályfotón. És amikor ezt megláttam, akkor gyakorlatilag, hát ez nagyon-nagyon hihetetlenül hangzik, de teljes mértékben igaz, hogy nekem abban a pillanatban ez az egész történet ott volt a fejemben, és azonnal ki kellett másznom az ágyból, és az első pár oldalas tartalmat leírtam erről. De azt tudtad, hogy mit kell leírnod, hogy mennyire részletesen kell leírnod, hogy aztán ebből később forgatókönyv, regény, bármi legyen? Hát azért én megbízásból nagyon sokat írtam már mindenféle hosszúságú, terjedelmi, meg célú forgatókönyveket, a reklámtól, a rajzfilmen át, a rövid filmtől kezdve tévésorozatokat. Ezt sokat írtam, tehát tudom, hogy kell ennek neki látni, de... De akkor ezt érezted, hogy ez más? Hát azt éreztem, hogy ez más. Egész egyszerűen azért, mert én nekem mindig az a reakció, amikor van egy ötletem, hogy megpróbálom a lehető leggyorsabban megölni. Tehát megragadni a nyakát és kiszorítani belőle a szuszt, megtalálni a gyenge pontját. Ja, hol van itt a... Hogy miért nem lesz jó. Igen. Azért, mert szembe kell mennem az egyébként sokáig leküzdhetetlennek itt lelkesedésemmel, ami egyébként egy rettenetesen viharos erő, és nagyon sok észérvet el tud söpörni, és ebből bajok lehetnek. Tehát muszáj ezt megcsinálni, és amikor ezen a folyamaton túl voltam, és azon kaptam magam, hogy ezen nem találok semmit. Tehát nincs rajta fogás. Nincs rajta fogás, nincs egy nagyon élő, őszinte történet, akkor elkezdtem vele foglalkozni, és tulajdonképpen ez elkezdődött egy ilyen, hát elkezdtem megírni, végigmenni a lépcsőkön, amik ilyenkor meg kell, hogy történjenek, különböző fokozatai vannak annak, hogy mennyire dolgoz ki az ember egy forgatókönyvet,
És hát aztán egy szintén egyébként professzionális forgatókönyvírónak köszönhetem, hogy végül abban az időben, amik tényleg ugye nem tudtuk, hogy hány évig leszünk lezárva hát akkor filmkészítésről, azt hittük, hogy szó, hát utána már nem, szó sem volt filmkészítésről, és akkor Benedek Ágota, aki egy nagyszerű forgatókönyvíró, és akinek a Rumba Rumba című könyve az akkor volt éppen hatalmas siker, és velem egy időben jön majd ki a második könyve. Ő volt az, aki azt mondta, hogy állj, mert elolvasott egy pár oldalas leírást ebből a dologból, egy ilyen szinopszisnál kicsit bővebb valamit, és azt mondta, hogy írjak meg belőle pár jelenetet, de hogy mind prózát, és ő ezt szeretné valakinek megmutatni. És tulajdonképpen így jutottam én el a kiadóhoz. Tehát és egy kiadónak mutatta meg és egy könyvötletet. És a könyvkiadó az én legnagyobb meglepetésemre, ahelyett, hogy megnyugtatott volna azzal, hogy szépen visszavonulhatok ezzel a sötét kis szobámba, és pötyöghetek tovább kizárólag magamnak, közölte, hogy ez meg fog jelenni néhány oldal után. És akkor jött a szörnyűség, igen, hogy ennek lettek ilyen határidejei, meg nekem időről időre le kellett adnom dolgokat. Tehát rögtön megtapasztaltam azt, hogy milyen ez. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, tehát szerintem bárki íróknak iskolát nyit, ha csak nem mondjuk forgatókönyvírásról, vagy ilyen alkalmazott írásról van szó, szerintem ezt erre nem lehet felkészíteni az embert, ez egy fizikai szenvedés, szörnyen nehéz dolog, tényleg telefáj. Amit írni? Egyáltalán írni egy tegényt, időre meg aztán különösen, viszont ez többször elkurjantottam magam közben is, és sok embernek mondtam, akivel találkoztam ezzel az idő alatt, hogy valójában mindig ezt akartam csinálni, tényleg csodálatos, hogyha az ember tudja, hogy mit akar írni, és azt is tudja, hogy milyen hangon szólal meg ez a történet, akkor nincs ennél csodálatosabb dolog, mert akkor az összes szenvedés, amivel jár, az hát nagyszerű élmény. Spád Ávid, most az író Spád Ávid a vendégem itt az Abaházi Presszóban, és a Még egyszer című könyvet én megkaptam, nem könyvformájában, hanem a kis... Igen, mert ez még a nyomdában van ez a könyv. A kisméretű mobiltelefonomon olvastam. Mikor ezt a beszélgetést rögzítjük? Egyébként, ja igen, mert hogy mi kedden délelőtt beszélgetünk. És az érdekes, hogy én nem szeretek ezen a kis, tehát nem a legmodernebb, nem a legrégebbi, a kettő közötti kis mobil eszközömön könyveket olvasni, mert túlságosan kicsi a betű, még akkor is, ha felnagyítom, és akkor is a szemüveg van rajtam. De egy kapásból eljutottam szerintem a 100. oldalig, aztán persze végeztem a dolgomban, és kijöttem a fürdőszobámból. Nem, ez csak a vicc forma. Én azt gondolom, hogy semmi sem olyan jó hely az olvasásra. De hogy igazából ez volt a lényege, hogy ilyen letehetetlennek tűnt. És tudod, mi van? Hogy először azt gondoltam, amikor kezdtem olvasni, hogy te... Tudtam, hogy ez a te könyved, és azt hittem, hogy a te életedről szól. És nem tudom, hányadik oldalon egyszer csak bemutatkozik az, aki meséli a történetet, hogy barna vagyok. És mondom, várjál már, hát én azt hittem, hogy ez egy ilyen életrajzi regény tulajdonképpen, hogy nem fikció. És aztán itt jön a kérdés, hogy igazából csak átnevezted magad? Tehát az a fikció, az csak ilyen idézőjeles fikció? Ez a te életed? Ez a te sztorid? Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és nagyon, igen, és megfogadtam magamnak, hogy mivel várható ez a kérdés, ezért én majd előkészülök egy válasszal, amit majd mindig ilyenkor mondani fog, nem sikerült még mindig ezt megoldanom. Ezt még nem írtad meg. Még ezt a választ nem írtam meg. Valami olyasmi az igazság, hogy minden, amire büszke lehet ennek a történetnek a hőse az én vagyok, és minden, amire nem lehet büszke, az ő. Nem, ez sem feltétlenül szép dolog. Így, ez egy, én azt gondolom, hogy kár lenne tagadni, hogy ez egy nagyon
őszinte és személyes félelmetes mutatványa részemről tulajdonképpen olyan, mint kiállni a Ferenciek terére letolt gatyával, és mindenképpen egy vállalás a részemről. Nagyon sok mindenről írok benne, amit nehezen mondok el magamról, de közben pedig nem azért szól ez egy fiktív karakterről, mert én el akarok ebben ejtőzni, hanem mert közben mégsem akartam, hogy rólam szóljon. Azt szerettem volna, hogyha mindazok, amiket felfedeztem magamban ezen a történeten keresztül úgy jönnének elő, hogy olyan hangon hangoznának el, hogy mindenki, aki ebben érintett, és azt gondolom, hogy csak részben az én nemzedékem, hát az magára ismerjen. Azt hiszem, hogy vannak tapasztalataim, amiket érdemes megosztani, és vannak kérdések, amikre egyáltalán nem tudok válaszolni, de legalább a kérdéseket meg tudtam fogalmazni, és ezt próbáltam ebben a történetben elhelyezni. Ez a barna, ez valóban nagyon-nagyon sokban hasonlít rám, de a legfontosabb azt hiszem, hogy az, hogy hát van egy nagyon erős metafora abban, ami velem történt, hogy én 2 évvel ezelőtt 115 kiló voltam. És ez a testi átváltozás, amin én keresztül mentem, aminek nagyon sok oka van, nem egy ilyen Norbi reklám, hanem egyszerűen annyi volt, hogy én... Ez a 2 évvel ezelőtt, bocsánat, ez igen. Pont az az időszak, amiről beszélünk, hogy te elkezdtél írni. Igen, ez még előtte elindult ez az én átalakulásom, vagy a kezelése a problémámnak, amikor szembesültünk azzal, hogy nekem inzulin rezisztenciám van, és el kellett kezdem nagyon durván változtatni. Eddigre én már kardiológushoz jártam, tehát már nagyon nehéz volt felmenni egy lépcsőn. Azért nekem 3 gyerekem van, nem játék, hogy milyen állapotban vagyok akkor közel 40 évesen. És akkor elkezdtem ezzel nagyon foglalkozni, és eléggé hatékonyan meg is változott minden. Megváltoztam én is, és megváltozott a világ is körülöttem, és ez engem rögtön arra emlékeztetett, ami hát várható lett volna enélkül is, hogy az édesapám az pont a rendszerváltás környékén töltötte be a 40. életét, én is akkor ahhoz közeledtem. Édesapám szerencsére megvan még, és elég jól van. Az ő apja az akkor halt meg, a nagyapám, és nála a feje tetejére állt a világ. Tényleg. Tehát, hogy ő vele akkor minden megtörtént. Ő addig azt gondolta, hogy ő pedagógusként fog nyugdíjba vonulni, és egyértelmű volt egyik napról a másikra, hogy ez lehetetlen, hogy ő ebből fenntartsa a családját. És minden megváltozott körülötte, és azt éreztem, hogy én ezt akkor ugye 10 éves gyerekként, vagy 9-10 éves gyerekként néztem közelről, ahogy ez vele lezajlik. De akkor ez értelemszerűen természetesnek tűnt, hogy ez az élet a felnőttekkel ez történik. Nem. Azt lehetett tudni, hogy ez egy... Tehát érezted akkor is, hogy ebben ez egy valamilyen hadi állapot, igen. És akkor te erre a szintre úgy, hogy így nem verebes. Én tulajdonképpen ide jutottam el, vagy mindig éreztem, hogy előbb-utóbb én is 40 éves leszek, hogyha nem esik a fejemre egy Bösendorf versenyzongora, de hogy nem tudtam, hogy velem mi fog történni, és hát mindenkivel történik valami, azt hiszem ilyenkor. Lehet, hogy valaki egy arcrándulással le tudja reagálni ezeket a változásokat. Nekem kellett írnom egy regényt. Amiben mondjuk ki azért nagyon mélyen benne vagy. Nagyon, nagyon mélyen benne van egy csomó minden, amit megéltem, nagyon mélyen benne van egy csomó minden, amit szerettem volna, vagy ahogyan szerettem volna, és hát nagyon, hogy mondjam,
én azt gondolom, hogy én végignéztem egy mozit, mi alatt ezt írtam, és az volt a célom, hogy valahogy olyan nyelven próbálják megszólalni, ami engem is szórakoztat, amiben ott van. A nyelvünk, a magyar anyanyelvünk az egyetlen dolog, amihez nem kell semmit csinálnunk, csak föl kell nőnünk, hogyha ha működnek a hangszereink, vagy van szerencsések vagyunk, és működnek a füleink, akkor meg fogunk tanulni beszélni, és onnantól mindenki bármit csinálhat vele. Én tulajdonképpen ezt viszonylag régóta tudom, de hogy ezt az egyszerű eszközt a magam örömére próbáltam meg használni, és aztán ebből valami terméket létrehozni. És Pál Dáviddal beszélgetünk, és azért kérdeztem így vissza erre az egészre, hogy te mélyen benne vagy ebben a könyvben, mert felmerül, hogy oké, azt mondtad, az arra hasonlítottad, hogy kiállni a Ferenciek terére letolt gatyával. Na de mi van, ha ezt sokan megveszik, akkor sokan fogják látni azt a letolt madrágot, vagy ami alatta van, hogy ez neked jól esik-e? Hogy örülsz-e annak, hogy persze, ha sokan megveszik, akkor az egy siker. Na de hát akkor még többen megtudják, hogy ki, a barna mögött te vagy. Igen, de hát az én... kis trükköm itt az én kis trükköm azért ebben az, hogy hát nem csak magam, nem csak engem fognak meglátni, hanem magukat is, vagy saját magukat, vagy a férjüket. Egyébként azért haragszom rá, hogy én is magamra ismertem. Tehát... Ez hogy mondjam, azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak magukra ismerni, nagyon sokan rá fognak ismerni arra, hogy a családjukban milyen dinamikák mentén zajlanak, vagy zajlottak a dolgok. Tulajdonképpen ez ismétlődik, mindig minden nemzedéknek valahogy fel kell dolgozni a viszonyát a családjával, az apjával, a saját sikertelenségeivel, sikereivel, az elhalasztott, vagy elszalasztott lehetőségeivel, de én azért érzem különösnek, vagy különlegesnek a mi nemzedékünket, mert én még láttam, amikor amit a mostani Millenáris Park helyén még egy iparvágány és gyár volt, és az füstölt és zajos volt. Most a legdrágább ingatlan Budapesten. Amikor én gyerek voltam, akkor még úttörők meneteltek a zánkai úttörőváros alakulóterén, és ehhez képest most itt vagyok, ahol. Most itt vagyok. Nem tudom, szóval, hogy nagyon sok nemzedék látott hatalmas változásokat, de azt hiszem, hogy amin én egy ilyen nagy technikai fejlődés és hatalmas kényelem mentén, amiben mi élünk, óriási szerencsénk, vagy itt élhetünk, és egy ilyen kényelemben, valójában akkora változások zajlanak le az életünkben, a mi nemzedékünk számára, amit a második világháború túlélő nemzedékek kívül nem nagyon tapasztalt meg. Igen, de a változás az attól függ, hogy éled meg, az lehet egy tök pozitív dolog is, meg lehet negatív, hogy nem akarsz változást, te egy helyben akarsz állni, vagy azt szeretnéd, hogy minden olyan legyen, mint ahogy megszoktad. Ó, persze, én messze túl vagyok azon, hogy ez pozitívunként, vagy negatívunként éljen meg. Én abban keresem, azért ezt ne felejt, talán nem kell eltitkolnunk a hallgatók elől, hogy azért ez egy fantasztikus fikció, amiről itt beszélünk, tehát ez a regény, ez tartalmaz varázslatos elemeket, és mágikus elemeket, hogyha úgy tetszik, és hát mondjuk úgy, hogy időutazás is lezajlik benne. Itt azért az fontos, hogy visszanézve a múltunkra, vajon úgy meg tudjuk-e látni azt, ahogy akkor megtapasztaltuk. Ami ebben a könyvben történik, tulajdonképpen roppant egyszerűen el lehet mondani, egy felnőtt férfi 40 évesen visszakerül a 7 éves kori testébe, a mostani tudatával, abba a világba, abba a közegbe,
ezt, ha bármelyikünk, ez viszont már nemzedékektől független, ha bármelyikünk elképzeli, hogy ez megtörténik vele, és hogy hogyan próbálna a jelenbe visszajutni, hogyha az egyetlen lehetőség az, hogy mindent ugyanúgy kell csináljunk, akkor fel tudja fogni, hogy akár jó, akár rossz, ennek így kellett történnie. És velünk nagyon sok minden történt. Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy egy filmkészítő, egy filmiparban dolgozó, most teljesen mindegy, hogy reklámfilm, akinek ráadásul az ikertestvére is ugyanebben az iparban dolgozik. Ő az operatőröd. Ő az operatőröd. Készít egy regényt, ami ennyire tök mozgalmas, egyébként tök jól írsz, nagyon jól használod a magyar nyelvet, hogy nem készül ebből film, hogy mikor lesz a film. Hát én most egyelőre rám nem jellemző módon a higgadságot választottam, és úgy döntöttem, hogy ez a könyv, de ezt már miközben írtam, így éreztem, hogy ez a könyv, ez egy könyv, egyelőre ez egy könyv. Én azt szeretném megtudni, hogy ez a történet mit vált ki. Nagyon remélem, hogy természetesen tovább tudok ezzel lépni. De annyira filmszerű az egész, tehát ahogy én olvasom, amit te írsz, és látom. Jó, igen, hogy a te karakteredet láttam, mert hogy azt gondoltam, hogy az te vagy, de ettől függetlenül én látom azokat a képeket, amiket te oda leírtál. Tehát ez nagyon, nagyon hát filmes. És azt hiszem ez az, amire azt mondtam, hogy ez az, amire rendkívül élvezetes is az egészben. Megvalósítani hát nagyon nagy dolog lenne. Azt gondolom, hogy a könyv az egy nagyon fontos mércéje ennek, hogy vajon érezhetővé teszi eléggé, hogy erre tényleg szükség van erre a filmre. Szerintem igen. Spád Dáviddal beszélgetünk, mielőtt a mikrofont bekapcsoltuk volna, azt mondtad, hogy valahogy így fogalmaztál, hogy erre senki nem készített fel téged, hogy miután már nem javíthatsz bele a könyvbe, tehát hogy leadtad is készen van, akkor utána már nem szabad beleolvasni. Igen. Mert mi történik, amikor beleolvasol? Borzalmas. Gyakorlatilag már akkor, amikor a véghajrában voltam, az utolsó fejezetet, azt gyakorlatilag a leadási határidő után 2 nappal fejeztem be, tehát ez borzalmas volt, szörnyű nyomás, ráadásul le is betegedtem közben, én szerintem egyik utolsó covidos vagyok Budapesten, és már mindenki túl volt rajta, amikor én elkaptam, pont a véghajrában, szörnyű volt, de hogy azt hiszem, hogy az volt a legszörnyűbb, amikor azt mondták, hogy jó, akkor tehát elment a szerkesztőhöz, a felelős szerkesztőhöz, vissza a kiadótól, megjöttek az észrevételek, néhány javítás megvolt, és hát ugye lebuktam, hogy hát a helyes írásom és a központozási szokásaim azok egy 5 éves szintjét érik el körülbelül, és akkor ezeken mind végigmentünk, de olyankor nem úgy olvassa az ember a szöveget, amikor megkapja a mit tudom én, a korrektúrát, hanem azt nézi, hogy most akkor őt megértették-e, hogy oda nem kell vesző, mert azt én úgy gondolom, majd én azt tudom. Tehát ilyen mindenféle hülyeséget belemagyaráz az ember, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor most ezt elküldjük a nyomdába. És elmegy a nyomdába, és az ember véletlenül kinyitja a fájt, amivel addig minden áldott nap dolgozott másfél éven keresztül, vagy egy több éven keresztül. Minden nap, tehát az mindig ott volt nyitva, és akkor meglátni, mondod, hogy úristen, ezt nem is így gondoltam, vagy hogy ez nem, vagy ez így, ez nem azt jelent, ezt félre fogják, ebbe bele fognak magyarázni, úristen, ha ezt az anyám elolvassa, úristen, hogyha ez én, és akkor jönnek ezek a, tényleg ezek a szörny, elment, hogy jönnek ezek a szörnyűségek, és akkor ezt ne, ezért aztán az ember végül úgy dönt, hogy nagyon gyorsan bezárja az összes nyitva lévő ablakot, és nem hozzá, és mert csak és kizárólag azt a hibát, amiből rájössz, hogy ebből ez katasztrófa ez az egész, amiről azt mondják, hogy nekem ezzel nem szabad foglalkozni. Most következésképpen arra jöttem rá, és hadd áruljam el ezt a Retro Radio hallgatóinak, hogy én ez az első interjú, amit a könyvről adok. És köszönjük, vagy felvételkor.
de hogy gyakorlatilag azt vettem észre, hogy nem emlékszem a regényemre. Nem, hogy nyilván abban a pillanatban, hogyha valami előjön belőle konkrétan, akkor föl tudom idézni az egészet, de úgy, de ahogy ez nekem... A leadás és a most a beszélgetés között? Hajszá, pontosan. Másfél hónap. Másfél hónap. Tehát másfél hónap alatt kiesett neked az, hogy te mivel foglalkoztál az azt megelőző másfél évben. Ez egy szellemi immunreakció szerintem. Tehát, hogy az van, hogy te muszáj volt elraknom, mert különben megőrült. Ha megnyilván ez alatt a másfél hónap alatt, vagy nem tudom, amióta dolgoztál, mennyi minden van. Elkezdődött az iskola, meg. Tehát, hogy rettenetes mozgalmasság lett benne, de hát de tényleg ez van, hogy most jön egy ilyen időszak, amikor sokat kell erről beszélnem, remélhetőleg. Nagyon szívesen beszélek róla, csak fel kell idéznem, hogy miről, és ez rettegek, hogy egyszer csak majd a kezembe adják ezt a könyvet bekötve, kinyomtatva, és ki kell nyitnom, és szembesülnöm kell. Figyelj, vele. Én ajánlom, hogy olvasd, de mert tök jó. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. De még mielőtt hazamennél, még egy kérdés van, mert ígértem még a beszélgetésünk elején erre a sportra, meg egyáltalán az életmódváltásra visszatérünk, úgyhogy még egyszer könyvet egy kicsit most becsukjuk. Bár ez is benne van szerintem. Hogy 30 kilót fogytál, vagy mennyi egészen pontosan? 36-ot. Két év alatt. Vagy mennyi? Hát a teljes fogyási időszak az kevesebb volt, ez egy év volt. Az, amikor én elkezdtem mozogni is ehhez, mert most már a testsúlyom az nem a minimumon van, mert mint kiderült, hogyha az ember nem teljesen puha, egy-egy része megkeményedik a mozgást, az nehezebb lesz az izom. Hát az izomzatnak ezt mondják, súlya van. Súlya. Úgyhogy most már egy kicsit ez a 36 már inkább ilyen 33 körül van, 32 körül. De vannak izmai, de most már helyette, igen, másfajta ruhákat hordhatok, fogalmazzunk. És mit sportolsz? Én 5-6-szor. Nagyon, nyáron azért volt, hogy idén is, meg tavaly is úsztam sokat, de alapvetően hát én vasakat emelgetek. Ja. Tehát, hogy ilyen súlyzó gyakorlatokat hajtok végre. Terembe járok le, fitness terembe. Most már teljesen egyedül, meg ilyen szakvezetés nélkül, aminek előbb-utóbb valami tragédia lesz a vége, ezt én érzem, tehát muszáj lenne szakemberhez fordulnom, de még valahogy van bennem egy ilyen hiúság, hogy eddig egyedül eltalpaltam. Hát majd valami lesz. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor az ember 10 évig ugyanabban a farmerban és kék pólóban van mindig, mert nem mer mást fölvenni. Nem jön rá más. Nem is jön rá más, meg egyáltalán a ruhavásárlás az egy olyan megalázó, borzasztó dolog szerintem 100 kiló fölött, hogy az tényleg szörnyű. Tehát az rendesen az ember el tudja sírni magát izzadva próbafülkében. Hogyha olyan hülye, mint én. De hogy ez borzasztó. És akkor, amikor az emberről lemegy az első 15, és észreveszi, hogy föl tud venni valamit anélkül, hogy az elején kibudjanna, vagy hogy oldalt ráfolyna a nadrágra, az akkor egyszer csak azt kezdi el érezni, hogy ő még életben van, és nem két hét múlva temetik. De ami még ennél is fontosabb, hogy az inzulin szinted rendbe jött. Az egész nem működne anélkül, igen. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Nem csak a mozgás, az gondolom az étrend is. Hát ez alapvetően azt kell mondjam, hogy aki biztos nagyon jó, hogyha valaki 100 kilósan neki elfutni, és itt szeretném jelezni, hogy nem vagyok testnevelő, nem vagyok szakképzett semmilyen szinten, nem vagyok dietetikus, semmi nem vagyok. A lényeg, hogy valószínűleg nagy túlsúlya nekiállni, futni, meg kardiózni, annak úgy önmagában semmi értelme hát nem lesz. Az üzletek is meg minden csak tönkre megy. Az első és legfontosabb az, hogy mit eszünk. Le kell fogyni. És hogy mennyi a kalória bevitelünk szerintem annak a minimalizálása és a szükségesre szorítása, az nem fog akadályozni senkit az élet élvezetében. Én imádok enni. Az egész életemet végigettem, több pénzt költöttem ételre, mint bármi másra, ebben a gyerekeim is benne vannak. De úgy is tudok jót enni, és úgy is tudom jól érezni magam, imádok enni, de
de hát le kellett mondani dolgokról, nekem a cukor az életemből az megszűnt, én nem eszem krumplit, lisztet, és akkor itt lehetne sorolni a szokásos bűnösöket, de ennek ellenére én eszem tésztát, ennek ellenére én jutok kenyérhez, és nagyon sok mindenhez hozzájutok, ami csak másfajta szívülhidrát. Csak másfajta, máskor, más mennyiségben. És más minőségben. És egy másik rutinnal, igen. Spáh Dávid, nyugdíjas gyerekszínész, rendező, író és gyúrós életmód tanácsadó volt a vendég. Korán kelő, igen. Spáh Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm is. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.